Hol tartanak az egyeztetések a kormánnyal a tervezett különadó ügyében? Mennyit kellene fizetniük a biztosítóknak? Hát a konzultáció elkezdődött ebben a témában. Jelen pillanatban nem tudok erre válaszolni, hogy hol tartanak a számok. Mi természetesen próbáljuk azokat az érveket ismertetni a kormányzattal, ami a biztosítói szektor teherviselő képességét mutatják. Mi úgy gondoljuk, hogy értjük a kialakult helyzetet, tisztában vagyunk azzal, hogy rendkívül fontos nekünk is, hogy a hiánycél teljesüljön, az a mágikus 3,8%-os szám, hiszen ez az alapja annak, hogy mondjuk jövőre akár egy gazdasági növekedés cserében nézzünk, amiből a biztosítók is részesedhetnek. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy arra törekszünk érthető módon, hogy a szektor életképességét megőrizzük, tehát egy túlzott adóteher kivetése adott esetben szereplők távozását jelentheti a piacról, illetve jelentősen csökkentheti a mi részvételi lehetőségeinket egy gazdasági fellendülésben. Milyen szereplők vannak veszélyben? Hát alapvetően a kisebb, közepes méretű biztosítókat érintheti ez rendkívül negatívan, és különösen azokat, akik nemrég léptek be erre a piacra, és éppen a kezdeti befektetés, kezdeti veszteségek időszakát élik. Ezeknél a biztosítóknál ez igen komoly problémát jelenthet. Mit gondolnak, az egyesületeket is meg kellene adóztatni? Hát mi azt gondoljuk, hogy amennyiben ez nem egy bankadó, hanem a pénzintézeti szektorra kivetett adó, akkor a pénzintézeti szektor minden egyes szereplőjére vonatkoznia kell. Hogyan érinti a biztosítók idei nyereségét a mostani árvíz, illetve viharkárok? Hát a jelenlegi becsléseink azok, hogy a normál kárkifizetéseken felül nagyságrendileg 30 milliárd forintot fog elvinni tőlünk ez az árvíz és vihar. De ugye ez még egy mostani becslés, a nyár még előttünk van, ami az igazi viharszezon szokott lenni. Ez a hatás plusz az a már évek óta érvényesülő hatás, hogy csökkennek a biztosítási díjbevételek a piacon. Várhatóan a biztosítók nyerességét harmadára fogja levinni ebben az évben. Ez számszerűen mennyit jelent? Hát az elmúlt évben 79 milliárd volt az adózás előtti nyeresség, és ez várhatóan ebben az évben nem fog elérni a 20-30 milliárd forintot.